Sziasztok! Bocsánat, kicsit meg vagyok fázva. Ünnepnap van, ezért van időm, és kimegyek. És megmutatom nektek, hogy milyen is az, amikor Kanadában leesik 30-40 centi hó, és kint mínusz 30 van. Nem ígérek semmit, hogy nagyon hosszú lesz a kis séta, de meglátjuk. Próbáltam minél rétegesebben felöltözni. Hát, ha túlélem. Látjátok itt a divat az hátrébb van, mint az, hogy az ember ne fagyjon meg. Remélem a talom is túléli, mert még amikor Winnipegbe laktunk, akkor akárhányszor kimentem sétálni, akkor 10 perc után mindig meghalt a telefonom. Szurkoljatok! Nem tudom keresztbe rakni az ujjamat. Két napig esett a hó, aztán mikor még nem kotorták el, hát nem volt könnyű itt átkelni. Most végre elállt a hóesés, aztán ki lehet jönni. Hát rég láttam már ennyi havat, azért jó sok esett. Ilyen nagy téli játszótér. Minden környéken van egy ilyen kis átjáróka, így eldugva két ház között, és akkor így lehet lekummantgatni távolságokat, hogyha nem akarok csiki-csukizni ellen a házak között. Csak ezeket a kis folyosókat megkeresem magamnak, és akkor le tudok közte menni. Ó, nagyon jó, mert van egy kedvenc környékem, és oda szeretnék menni. És akkor így lespórolom. Tudod, ezek a service utcák, amikről egyszer meséltem, ahol jár a kukás autó, és akkor itt vannak kirakva a szelektív kukák, meg a garázsok, sokaknál hátul van a garázs, nem elől, mint az amerikai filmekben. Menjünk! Egy másik sosvény. Vigyázni kell, mert ez alatt meg olyan jég van, mint az állat. Most biztos megkérdezitek, hogy mi a fracot lehet mínusz 30-ba felvenni. Ahogy mindig mondom, más a hideg itt, de azért a mínusz 30 az már csípős itt is. Amint láthattátok a videó elején, vettem fel harisgát, cicagatját és simagatját. A felső rétegeket azt még jobban lehet turbózni, szóval amennyit csak felfért rám, azt felkerült. Hát ilyen ez, valamit valamiért, de közben meg gyönyörű. Én imádom. Nem igazán lehet megunni. Egyébként ezen a téren ez az első ilyen nagyobb havazás. Sok-sok kis havazás volt, de
a sinuk miatt, ami a hegyekből leáramló meleg levegő miatt, ezért sokszor nagyon enyhe. Meg valaki írta korábban, hogy kommentben, hogy hát Kanadában azért megszokott a hideg, de amúgy nem, mert nagyon függ attól, hogy hol lakik az ember. De Calgaryban a tél az nagyon faintos. Nekünk van itt a sinuk, ami miatt nagyon élvezhető a tél, elég enyhe. Meg persze ott van mondjuk Vancouver, aminek ugyancsak nem annyira durvák a telei. Szóval így Kanadán belül is nagyon-nagyon változó, hogy milyen a tél. Az újonbegyeit nem mindig érzem. Ez nagyon szép. Az egy gyerekkorunkban mennyi hó volt otthon is. Micsoda hóvárakat építettünk. Az annyira jó emlék, úgy sajnálom, hogy ennyit változott otthon az időjárás, és mert nem igazán van sok hó. Hogy kb. Pontosan mennyi hó esett? Ez nagyon durva. Itt a kezem. Nagyon sok olyan környék van, aminek a közepén van egy kis zöld rész, és ott mondjuk van játszótér, vagy kis focipálya. Nagyon jók ezek nyáron. Kijönnek a házból a gyerekek, és akkor ott játszanak. Nagyon-nagyon hangulatos. Ami nem meglepő, egész térre, így is, hogy fél éves telek vannak, simán kint hagyják a nyári bútorokat. Nem is szokványos, hogy nagyon ellopják. Ebből nehéz lesz kijönni. Ezek a nagy pikapok is eltűnnek a halacskába. A fő tanács, amit fogadjatok meg ilyen hidegbe, hogy soha ne vedd le a kesztyűdet,
per, az nagyon fáj. Emlékszem gyerekkoromban, hatalmas jégcsapok voltak a házon. Rég láttam már ilyen nagyot. Hazafele, mert most már kezdem kevésbé érezni a végtagjaimat. Ennyi elég volt a friss levegőből. Lehelletemtől. Na, köszönök. Mielőtt megfagy a telefon, meg teljesen lemerül. Köszi, hogy velem tartottatok, remélem tetszett ez a szép nagy hó. Legközelebb, Tali. Sziasztok! És ami a nap csodája, mindjárt hazaérek, és a telefon még él. Uhuhu! Mondjuk én már kevésbé.